Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Juhász Gyula szavaival köszöntöm Önöket, Mezőtúrváros önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében a 2021-es év adventi rendezvény sorozatának második vasárnapján. Az advent a karácsonyra történő lelki felkészülés 4 vasárnapon át tartó időszaka. Ebben az időszakban még inkább beköltözik otthonunkba a szeretet, a béke és a nyugalom. Tisztelettel köszöntöm és felkérem Szűcs Dániel alpolgármestert, hogy gyújtsa meg a második gyertyát a városi adventi koszorún. Tisztelt mezőtúriak, szeretettel köszöntök mindenkit a ma este folyamán. Engedjék meg, hogy advent közelettével és megérkeztével a második hétvégén áldott, békés, boldog adventet kívánjak mindenkinek. A mai estéhez pedig nagyon szép és jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Megköszönöm Szűcs Dániel alpolgármester úr közreműködését. Tisztelettel köszöntöm és felkérem Patkós Évát, a Mezőtúri Városi Óvodák Intézmény vezetőjét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Szeretettel köszöntöm Önöket, Ady Endre örökbecsű soraival az adventi várakozás második hetének nyitányán. A várakozás, a magunkban nézés, az adventi készülődés, a kis Jézuska eljövetele minden ember legmélyebb érzései közé tartozik. A készülődés az ünnepre nem csak a felnőttek világában van jelen, hanem a gyermeki lélek is várja az ünnep eljövetelét. Óvodáinkban az adventi 4 hetes készülődés telve van izgalmakkal, várakozással, szeretettel. Az első héten megnyílik az adventi naptárunk, mutatva, érzékeltetve a múló időt, az egyre közeledő ünnepet. A második adventi héten a naptárban a gyermekek felfedezik a közelgő Mikulás ünnepét. Méltóképpen készülnek a fogadására, izgalommal lesik az alkalmat a boldog találkozásra, a megajándékozásra, hiszen a gyermekek szívesen adnak ajándékba megtanult verset, éneket, elkészített a Mikulásnak szánt színes rajzokat. Az adventi várakozásból nem marad ki a néphagyományok tisztelete, megismerése, egy-egy szokásrend elsajátítása. Így van ez a luca napi kántálással és a luca búza elvetésével is. A népi szokásokhoz való ragaszkodás segíti a gyermekeknek a világ rendjében történő eligazodását. A harmadik héten már a karácsonyi ünnepségre készülünk gyermekeinkkel, feldíszítjük a csoportszobát, rendet teszünk a játékaink között, alkotunk, rajzolunk, festünk, ajándékot készítünk otthonra és egymásnak. Karácsonyi meséket mondunk ilyenkor a kicsiknek, s látjuk, milyen boldogító a léleknek egy-egy történet üzenete. Ekkor készítjük el a mézes süteményeket, hogy megvendégelhessük vele kicsit, felnőttet, nyugdíjas dolgozót a karácsonyi ünnepi délelőttünkön. Várva várják a nagyobb gyermekek, hogy közösen elkészíthessük a finom édességet.
Ebből az alkalomból egy délutánt kijelölve kölcsön kérjük a konyhát a Dajka néniktől, s közösen meggyúrjuk a karácsonyi mézes süteményt. A tennivalókat felosztva gördülékenyen megy a tészta összeállítása, s ami még fontosabb, hogy ekkor kezdenek a gyermekek igazán beszélgetni egymással, s velem is. Tésztagyúrás közben sokszor elhangzott a kezdőmondat. Tudod, Évi néni, ez is ez történt nálunk otthon. Hatalmas boldogság és megtiszteltetés, s külön öröm, ha a gyermekek így megnyílnak a felnőttek előtt. A kölcsönös bizalom rendkívül nagy megtiszteltetés, s tulajdonképpen akkor érzem igazán, hogy milyen jó óvónénének lenni. Mennyi boldogság, bizalom rejtekezik a gyermeki lélekben. Csoda! Mindig öröm, ha a szülőket is az óvodába behívhatjuk egy-egy karácsonyi ablakdísz, vagy ajtóra kopogtató, vagy az adventi gyertyákkal ékesített koszorúk elkészítésére. Tudjuk, hogy a szülők is vágynak arra, hogy szeretetet kaphassanak, osztozzanak az örömben. Igyekszünk ezt a régi jó szokásunkat a jövőben, ha már elmúlik a veszély, újra gyakorolni. Advent harmadik hetében érkezik a fenyőfa. Az óvodánkba. Lelkes örömmel készítik el a gyermekek a fenyődíszeket, s míg a fa ágaira aggatjuk az elkészült csodadíszeket, karácsonyi énekeket énekelünk, mondókákat, verseket mondunk. Leülünk a fa köré, nézzük a csodaszép fát, a ragyogó díszeket, beszélgetünk, és megnyugszunk. Várva várjuk a közös délelőtti találkozást a másik csoportokkal, a közös megvendégelésre, énekre, gyertyagyújtásra, csillagszóró csillogására. S a jó angyalka addig a jó gyermekeknek titokban elhozza a szépen becsomagolt ajándékokat, melyet aztán közösen bontunk ki, s csodálattal figyeljük a gyermeki örömöt, melyet a megajándékozás vált ki. Örömmel telve újságolják el délután a megérkező szülőknek, hogy mennyi csoda történt velük ezen a napon. A gyermeki boldogság nem került el, s nem kerüli el a mi családi szülői házunkat sem. A családunkban a szüleink szeretettel következetesen neveltek, nevelnek bennünket. A karácsonyi ünnep mindig is a legfontosabb ünnep nálunk. A fontosságát az is jelezte, hogy szentestén a nagymamáink is mindig velünk voltak. Sajnos a nagyapáink nagyon hamar, fiatalon elmentek. A nagymamáink és a szüleink sokat meséltek a gyermeki életükről, a viszontagságokról, a küzdelmeikről, az örömeikről. Ezek a közös együttlétek is segítették azt, hogy a családtagok iránti szeretetünk, tiszteletünk megerősödjön, s majdan az új nemzedéknek átadjuk, vagy a munkánk során a tapasztalatokat hasznosítsuk. De jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép mese igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra, írja Ady Endre. Kívánom mindenkinek, hogy szeretetben, boldogságban élje meg a karácsonyi ünnepet, a kis Jézus eljövetelét. Gyűjtsünk egymás szeretetéből erőt, a megpróbáltatások, a fájdalom, a vesztesség elviselésében. Tudjunk majd a karácsonyfa alatt hittel, szeretettel gondolni egymásra. Kívánok szeretetteljes, boldog készülődést, áldott békés ünnepeket, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm Patkós Éva ünnepi szavait. Tisztelt vendégeink, a következőkben a Petőfi Dalkor ünnepi műsora következik, azonban engedjék meg, hogy a produkció előtt néhány mondatban bemutassam az énekkart. A Petőfi Dalkör az 1873. május 10-én alakult mezőtúri dalárda utódaként működik. Az elmúlt években létszáma 15 fős női karra csökkent, így repertoárjukban női kari művek és népdalcsokrok kapnak helyet. A kórust 1948-tól 2008-ig 60 éven keresztül Kávási Sándor vezette, akit 2008-ban örökös karnagyává nevezett ki a Dalkör tagsága.
A dalkört 13 éve Kassai Krisztina vezeti. A színpadon fogadják nagy szeretettel a Mezőtúri Petőfi dalkört. Thank you.
minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbe nézel, s látsz egy arcot, ami némán ott pihen. Reményt adhatsz, bár mosolyod, hogy a holnap más legyen. Jut még pár ide, a tiszta fényből egy csepp kilánk, jó kettőn ne jelent. Ha másod nincs is, ez hat tovább. Gyorsabb